Az idősek életminőségének és foglalkoztatásának javítása, idősügyi szervezetek, közösségek fejlesztése. Egyebek mellett ezeket a területeket célozza meg egy most indult projekt, melynek megvalósítói a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságelemzési és Közpolitikai Kutatóközpont és a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány. A kezdeményezés széleskörű együttműködésen alapul, helyi idősek, szakmai szervezetek és az önkormányzat is az ügy mellé állt. A Velocis projekt szeptemberben indult el, elsőként felmérések készülnek annak érdekében, hogy az idős emberek életminősége és közösségeik fenntarthatósága bizonyíthatóan növekedjen. Megkérdezzük az érintetteket, civileket, munkáltatókat, szakembereket arról, hogy ők hogy látják az idősügy helyzetét. Milyen megoldásaik lennének, javaslataik. Elindulnak olyan workshopok, ahol ami az időseknek szólnak, az őket érdeklő problémákról, vagy lehetőségekről, akár a digitalizációról, akár családon belüli együttműködésekről van szó, illetve párhuzamosan a civil szervezetek fejlesztését is végezzük. A csütörtöki projektnyitó esemény keretében átadták az Alcoa Alapítvány közel 11 millió forintos támogatását, melynek köszönhetően egyebek mellett számos időseket segítő workshop valósul meg a jövőben. Az Alcoa életében mindig fontos szerepet játszott a társadalmi felelősségvállás. Ennek egyik eleme az, hogy az oktatást támogassuk, illetve különösen fontos volt számunkra az, hogy olyan rétegnek biztosítsunk lehetőséget a fejlődésre, akik egy kicsit kevesebb lehetőséggel rendelkeznek ilyen téren, illetve az nagyon szimpatikus volt nekünk, hogy ez egy olyan keretbe lett foglalva, egy olyan hátteret adtak neki, ami biztosítja azt, hogy hosszú távon fenntarthatóan és sikeresen működhet ez a folyamat, ez a projekt. A program 2023. augusztus 31-ig tart, hosszú távú célja pedig a Velocis program eredményeinek széleskörű országos szintű terjesztése.